Szia, nevem Richard, üdvözöllek. Van egy kérdésem, akarod-e tudni, hogyan tarts magad a sínen, hogy elérd azokat a célokat, amiket magadnak kitűztél, talán, hogy hogyan ne terelődjön el a figyelmed a célodról. Tehát erről lenne szó ebben a videóban, és térjünk akkor már is a témára, idő rövid, és tehát ahhoz, hogy te eredményeket érjél el online, offline, tulajdonképpen két dolgot kell csináljál, és két dolgot kell csináljál, én három részre fogom osztani a táblát. Az első dolog az M lesz, a második dolog a P. És tehát ez a két dolog, ami téged segíteni fog, hogy a sínen maradjál. Tehát, hogy ezt a kettőt csináld, akkor te a sínen vagy. Minden, amit ezen kívül teszel, csinálsz, az nem fog a célod felé vezetni. Az első a marketing. Tehát kell csináld a marketinget. A második pedig a angolul prospektál, de tulajdonképpen jelölt. Ez a jelölt keresés. Tehát ez a két lehetőséged van, hogyha te eredményeket, pénzt akarsz keresni online. És marketingnél van két lehetőség, hogy van a fizetéses, tehát mikor fizetsz, tehát a fizetéses, és van a ingyen. Tehát amikor nem fizetsz, ide is mindjárt elérünk. Tehát ez a két lehetőséged van a marketingben, amikor fizetsz, tehát fizetsz különböző hirdetéseket, vagy ingyen. Miket lehet, milyen marketing stratégiák vannak? A legerősebb marketing stratégia, ami létezik a világon, el kell, hogy mondjam, és a legnagyobb hatással van az emberekre, és a legjobb eredményeket lehet elérni rövid távon, az pedig a videó. Tehát ez egy videó, ez lehet, de ha még erősebb hatást akarsz, akkor készíts live videót. És jelen pillanatban ez a legerősebb marketing eszköz. Persze a Facebook, a YouTube, Instagramon lehet live-olni, élőben készíteni live-okat, és én nagyon bátorítalak, hogy próbáljál elindulni ebben az irányban. Oké, hogyha van egy üzleted, akkor még hogyan marketinggel heted az üzletedet. Például, hogy posztolsz, igaz? Tehát posztolsz, lehet fotó, tehát fénykép, lehet írás, lehet egy hanganyag, igaz? Podcastek vannak, podcast. Mi lehet más? Lehet például, van ez a funnel, ami egy kicsit ide technikai tudás kell, funnel, tehát ez egy tölcsér, ami segít, hogy promováljad a termékedet, vagy szolgáltatásod, vagy ha van egy üzleted, egy lehetőséged. Mit lehet még? Blog, tehát blogolsz, ez is marketing, blog. Tehát le fogunk érni, és nem fog látszani. Kitehetsz például egy plakátot, tehát a plakát. Lehet, hogy marketing, kiteszed a elérhetőséget, igaz? Bannerek, kiteszed oda is, igaz, az elérhetőséget, e-mail cím, vagy telefonszámodat, egy nagy plakátra kiteszed a telefonszámodat, ez marketing. Mit lehet? Flyereket, tehát ilyen ezt osztogatsz, vagy adsz egy kártyát, tehát egy névjegykártya,
névjegy kártyát adsz, most már itt leírtunk. Még mik lehetnek? Például adsz egy hirdetés. Hirdetés. Hirdetés például a rádióban. Hirdetés egy újságban. Hirdetés például a televízióban, ami nem ajánlok, főleg, hogyha olyan hálózatépítés és elfoglalkozó, mert nem duplikálható. Tehát, hogyha network marketingben vagy, nem ajánlom. Még mi lehet, amit lehet használni, mint marketing? Például tartasz egy bemutatót, az is marketing, osztogatsz külön ilyen a termékedből osztogatsz, igaz, hogy majd kipróbálják, és akkor majd visszajelezzenek. Tehát ez a marketing, mikor te valamit csinálsz, tehát csinálsz egy ilyen marketing stratégiát, és utána vársz, hogy valaki felhívjon telefonon, küldjön egy e-mailt, küldjön egy üzenetet, érted? Tehát ez a marketing, mikor te csinálsz valamit azért, hogy valaki téged kontaktáljon, tehát megkeressen. És ez, el kell, hogy mondjam, ez passzív. Tehát ez, nem is tudom, hogy hova írjam, tehát ez passzív. Most akkor térjünk, ugye a passzív és aktív, tehát akkor térjünk az aktív területre, az a jelölt keresés. Mit jelent ez, mikor te mész, tehát nem vársz, hanem te mész és keresel jelölteket, akik vásárolják a terméket, csatlakozzanak hozzá, érted? És ez a jelölt keresés. Ez lehet egy az egyben, tehát mikor például offline kint vagy, és valakit megszólítasz, hogy nyitott lenne-e megnézni, hogy te mivel foglalkozol. Ez megint lehet ugye online, és lehet offline. Online igaz, üzeneteket küldesz, hogy ugyanezzel a céllal, hogy nyitott lennél-e megnézni, hogy én mivel foglalkozom, vagy te mivel foglalkozol a te esetedben, igaz? Ez az egyben egy, ez a személyes megszólítás lenne, tehát ez a jelölt keresés, vagy felhívsz valakit telefon. Van egy telefonszámod, igaz? Kaptál egy telefonszámot. Jelölt keresés útján vagy fellapozol ilyen hirdetéseket, és kezdesz telefonálni, és ez megint jelölt keresés, ugye megkérdezed, hogy nyitott lennének megnézni a termékedet, nyitott lenne megnézni te, mivel foglalkozol, és így tovább. És ez is lehet, ugye, itt is meleg piac, hideg piac. Tehát a meleg piac azt jelenti azok az emberek, akiket ismersz, a hideg piac az, mikor azokat az embereket szólítod meg, akiket nem ismersz. És ez a aktív fele ennek a munkának. El kell, hogy mondjam, ez mind a kettő, ez a munka. Tulajdonképpen ez a munka, ez az akció, amit úgy sokszor szoktál hallani, hogy kell csinálni, akcióba kell lépni. Tulajdonképpen ezt a munkát, ezt a két munkát kell végezni ahhoz, hogy neked eredményei legyenek. Minden, amit ezen kívül csinálsz, eltérít a munkádról, és nem lesz eredménye. El kell mondjam, hogy nem mindig fogod érezni, hogy ezt a munkát akarod csinálni. Nem lesznek olyan napok, hogy reggel felébredsz, és alig várom, hogy már csináljam ezt a munkát. Ez így voltam én is. Így vannak nagyon sokan, nagyon sikeresek vannak, így, hogy nem érzik, hogy mintha ma kellene csinálni marketinget, vagy jelölt keresést, ugye, hogy csinálja. Tehát nem mindig van ez, nem vagy abban a hangulatban. Ebben, hogy hogy tudjon ezt téged segíteni, azt tudod csinálni, hogy ilyenkor nézed a célodat, mit akarsz elérni, cél, hova akarsz, tehát mit akarsz magadnak elérni. És akkor téged ki tud ez venni abból a hangulatból, hogy
Például ma nincsen kedvem, hogy csináljak valamilyen marketinget, vagy jelölt keresse. És hogyha tovább akarsz menni, még erősebb legyen neked ez a cél. Cél lehet például egy vízió is, az, hogy, és ez nagyon erős lehet, hogy milyen emberi akarsz válni ebben a folyamatban. Hogy nézzenek majd rá az emberek? Tehát ez is lehet ez már tulajdonképpen egy vízió, ami téged tud bátorítani, hogy csináljad ezeket ezt a két munkát. Na, ugye, ahogy mondtam, nem mindig érez, én sem mindig érzem, hogy kellene egy videót csináljak, vagy kellene jelölt keresek. El kell mondjam, hogy minden nap készítek egy videót, ha nem is a YouTube-on, akkor ugye ott van a Facebook, Instagram, LinkedIn, és elkezdtem a TikTok. Tehát olyan nap nincs, hogy ne készítsek egy videót, tehát egy anyagot, nem is beszélve a posztolásokról, tehát minden nap, és a jelölt keresik. Tehát minden nap megkérdezek legalább 2-3-4-5 embert, hogy nyitott lenne megnézni, hogy én mivel foglalkozom. És bátorítalak téged is, hogy ezeket csináltad, ez a két munka. Igen, és akkor, tehát hogy te tudjál haradni, sínen legyél, nagyon fontos, hogy a cél, tehát ahogy mondtam, a vízió tud segíteni, hogyha azt nézed, hogy milyen emberé akarsz te válni, hogy rád majd felnézenek, ez tud segíteni, és hogy te tulajdonképpen mit akarsz elérni. Nagyon jó célát, tehát ez tulajdonképpen ez az angolul impact, tehát hogy hatással legyél emberekre. Hogyan? Úgy, hogy az embereknek az életét valamilyen formán jobbá tegye. Például megoldod a problémáját. Ugye ezt a videókon keresztül nagyon jól lehet csinálni. Megoldod egy problémát, adsz egy megoldást, igaz? Például, ha frusztrált valaki, akkor te adsz rá egy megoldást, hogy ne legyen frusztrált, igaz? Tippek, trükkök, igaz? Ezt megint a videókra értem. Tehát segítsed az embereket, hogy jobban érezzék magukat, igaz? Tehát ez is tulajdonképpen értéket adsz. Így tudsz impactelni emberek, hatással lenni, influence, igaz? Hatással legyél emberekre. Tehát akkor mondtam, hogy lesznek olyan pillanatok, olyan napok, amikor nem fogod úgy érezni, hogy csináljad ezt a két munkát, és akkor jöhetnek térjünk, ami letéríthet, hogy ne legyél a sínen és a megfelelő irányba, és ez pedig az ilyen csillogó tárgy szindróma. Tehát van egy ilyen mese, anekdóta, nem emlékszem pontosan, hogy szó, hogy valaki keresett kincseket, talán is látott egy ilyen fényes valamit, és mikor felvette a földről, és megnézte, és lehet, hogy ez egy kicsit így hosszabb, jobban ki van bővítve, de a lényeg az, hogy tehát végén nem az, amire számított, és csak egy csillogó dolog volt, de nem tulajdonképpen nem segítette semmivel is. Ez van itt is. És hogyha neked van ez a, és fogom mutatni, ez az útat, hogy mennyi a ez a cél lenne, és itt vagy te, és itt mész, és akkor jönnek különböző ilyen így eltérítő, ez a csillogó tárgy szindróma, eltérítő útak, amik letérítenek erről két vonalról, érted? Hogyha ezt a két vonalat nem csinálod, te nem érsz el a célodhoz. Nincs más út.